Jól értem ezt, hogy akkor ez a készülék tulajdonképpen arra hivatott, illetve arra képes, hogy időben felismerjen bizonyos betegségeket, illetve talán a megelőzésében is segít nekünk. Azt lehet mondani, hogy az arteriás funkció, vagy az arterial stiffness mérése, az azért fontos, mert a többi rizikófaktortól független információt hordozó marker vagy jelző. Mit értek ez alatt? Azt, hogy ugye ismerjük azt a standard rizikó kategóriát, hogy az életkora milyen valakinek, hogy férfi vagy nő, hogy dohányzik-e vagy sem, hogy magas-e a vérnyomása vagy sem, hogy magas-e a koleszterinje vagy sem. Nagyjából ennek az öt paraméternek a segítségével határozzuk meg az orvostudományban egy páciens szív- és érrendszeri rizikóját vagy veszélyeztetettségét. Most kiderült, hogy az arteriás stiffness, tehát az artéria rugalmatlanságát jelző púzus hullám terjedési sebesség, ez ezektől független paraméter. Mit jelent ez lefordítva a gyakorlatra? Lehet valaki fiatal, nem dohányzó, normális vérnyomású, normális koleszterinű, ráadásul hölgy. Ha és amennyiben pozitív a lelet, tehát magas a púzus hullám terjedési sebesség, amit az arteriográf tud mérni, azaz rugalmatlan a főtér fala, ebben az esetben sajnos őt magas szív- és érrendszeri kategóriába kell sorolni, annak minden következményével együtt. Ez a jelentősége, hogy nem helyettesíthető más módszerrel, nem lehet azt mondani, hogy ó, hát én most minek mérjem, mikor megmértem a beteg koleszterinjét vagy vérnyomását. Nem, ez egy új információt hordoz, magyarán a találati biztonságot, azon betegeknek a megtalálásának az esélyét, akik veszélyben vannak, ezt növeli jelentős mértékben, és az egyszerűsége azért nagyon jó, mert egyszerre megismeri a vérnyomást, ugye tudjuk, ez az egyik paraméter ebben az ötös csoportban, és emellett még hozza a többi paramétert, tehát hatékony.